a málusz hibrideket szeretném bemutatni, hogy ezek a díszalmák, amik hát leginkább most ilyen október 25-e körül vagyunk, és leginkább ilyenkor mutatják meg a fantasztikus szépségüket. Ugye akkor, amikor díszfákról beszélgettünk, akkor nagyon sokan a platánfa, meg az ostorfa, meg a juharok, meg mindenféle kőrisek jutnak az eszünkbe. Ezek ugye óriásira növő fák, és hát ugye nagyon szépek, de hát kérem szépen, itt vannak ezek a máluszok, ezek a díszalmák, amik kifejezetten nekünk való. Gondoljunk az elejére, a royaltyra, a profusionre, a reddel kezdődő különböző fajtákra, a John Downira, tehát számtalan fajta van. Ezek a fajták, mint ahogy itt is most látjuk, leginkább ugye a termésükkel díszítenek, tehát egy picit ugorjunk vissza, mik is azok a díszalmák. A díszalmák azok, díszalmák alatt, a málusz hibridek alatt ugye olyan díszalma fajtákat értünk, amelyek kertészeti fajták, amelyeknek a lényegük, hogy a kertészek azért nemesítették ki, hogy leginkább a három fő díszítő értékükkel díszítsenek. Ott egy narancssárgásra színeződő termést látunk, itt egy bíbor vörösre színeződő termést, tehát alapvetően amellett, hogy ezek kis fák, tehát jellemzően 3-6 méter magasok, maximum 6-8 méter magasok, például mondjuk a John Downy, igen, fantasztikus, szép, gyönyörű lombot lehet itt látni, ugye ilyenkor alattuk. Hát mi az a három pillér, ami miatt dísznevénként tudjuk használni, díszfaként tudjuk használni ezeket a díszalmákat? Az egyik az maga a virág, ami lehet fehér, rózsaszín, a bimbója rózsaszín, a szirma fehér, szóval nagyon-nagyon sokféle lehet, és hát tulajdonképpen hogy ezek tavasszal virágoznak, és hát képzeljék el, mint egy mennyasszonyú, fantasztikus hófehér ruhában van az egész, tehát nagyon-nagyon szép kis, kecses kis, belátható méretű fák. A második az gyakorlatilag maga a lombozat, ami valaminél élénk zöld, sötétebb zöld, bordósabb, szóval nagyon sokféle színben elképzelhető. A harmadik az pedig maga a termése, ami szintén fajta jelleg, valaminek november végéig marad rajta, már lomtalan állapotban a termése, valami egészen január végéig vagy februárig. Tehát kérem szépen, ezekkel a termésekkel díszítenek igazán a díszalmák. Az még egyszer fontos, hogy ezek kisfák, szoliternek, csoportosan ültetve, előkertekbe, kiskertekbe, utcafrontokra, mindenhova lehet. Tehát ideálok mellé, most itt, ugye itt van valahol a 2 méter, hát lehet látni, hogy akkor ez maximum egy ilyen 4 méteres fa, és tényleg egy belátható, kecses, picike díszfácska. És hát, hogyha most ide jönnek, akkor itt tartogattam önöknek az utolsót, nézzék meg ezt a csüngőágú változatot, ezekkel a berakódott pirosas, vöröses, bíborszínű termésekkel, szépen lassan az összes levél lehúr róla, és hát már csak ezek a fantasztikus termések maradnak rajta. Én azt gondolom, hogy bármelyik változatot is válasszuk, bármelyik fajtát is, a díszalmákkalban érdemes gondolkozni, akár egyben, akár többen, mert fantasztikus, kecses, szépségű fácskák.